Na szavaztok és sziasztok, én Csalátok Éter vagyok és üdvözöllek titeket a csatornám, és üdvözöllek titeket a Minecraft-ban. Máma a Block Action Parkour-t fogjuk folytatni, és hát nem tudom, hogy észrevettétek-e, de eddig mindig az volt, hogy mindegyik harmadik nap rakok fel Block Action Parkour-t, úgy értve, hogy ugye rakok fel kettő videót, aztán jön egy Block Action Parkour, aztán megint kettő másik videót, aztán megint Block Action Parkour, és akkor így tovább, amíg ki nem viszem a Block Action Parkour-t. Nem tudom, hogy ezt észrevettétek-e, de ez így van. Srácok, szóval ezt tisztázni akartam. Ha tetszik amúgy ez a sorozat, akkor már most nyomjatok egy lájkot. És ne felejtsetek el feliratkozni, amíg nem tettétek. What the... Várjunk csak, mi van? What a joke, már megint bekerültem. Na. Srácok. Ja, értem, hogy csak kilépek meg vissza, újra rá kell lépni az aranyblokkra. Na jó, jó kezdődik ez a rész. Na jó, gamer modell, akkor gyors visszamegyek oda, ahol voltam. Na srácok, akkor vissza is jöttem ide, akkor most rálépek erre a diablokra. Remélhetőleg, hogy működni fog. Nem tudom, most letesztelem srácok. Oké, most működik. Szóval mindig, hogyha kilépek vissza, akkor mindig rá kell lépni. Ja, most már értem. Megkülönben beledob abba a tutusba. Na, srácok, hát nem megy annyira jól az egyszerre beszélés és a ugrálás, de... Srácok, amúgy tervezek egy livestreamt, srácok. Úgy értem, hogy most már lehet livestreamet is... Ja, lehet most már csinálni livestreamet is ezen a csatornán, srácok. Csak hát írjatok ötleteket, srácok, hogy miről csinálják livestreamt. Hogy van esetleg valamilyen bizonyos téma, amiről livestreamot akarnátok. Én azt gondoltam, hogy csinálnák egy GTA livestream sorozatot, hogy a GTA-t nem játszanak videóba. Habár azt is csinálhatnák, de azt érzem, hogy akkor GTA-zunk livestreamben, mit szóltok hozzá. Nem tudom, srácok, hogy mit szólnátok hozzá, de hát ilyet azért kéne egyszer csinálni. Itt is jutottam, nem, hogy már dugorom a checkpointot. Viszont akkor én nem is húznám szerintem tovább a szót, ugye már elkezdtem parkourozni, de úgy értem, hogy akkor most jön egy timelapse, srácok, akkor, jó szórakozást a timelapse nézésével. Na srácok, akkor egyenlőre vége van a timelapse-nek. Az a helyzet, srácok, hogy nem igazán működnek ezek a diablokok, srácok. Nem tudom, hogy a timelapse-t észrevettétek-e, hogy ide kellett repülnöm, mert már megint abba a cuccosba dobott, srácok. Hát jó, és azért én akkor mégiscsak maradok a szokásos spawn pointnál, az úgyis akkor számolja, hogy akkor mennyiszer estem le, hogyha ezt így ilyen megoldással csinálom. Úgyhogy hát, jó, akkor ezt így fogom csinálni, csak ezt el akarom mondani, hogy hát, jó, nem igazán oldotta ezt meg rendesen, mert néha a másik checkpointhoz dob, meg néha pedig bele abba a kockába, aminek nem tudom, hogy történhet az meg, még semmi értem, de jó van, akkor csak ezt akarom tisztelni, most már akkor tényleg folytatódjon a timelapse.
Na, srácok, most akkor egyenlőre ugye itt megállítanom a timelapse-et, hát itt eljutottam egy ilyen részhez, srácok. Ahol nem igazán értem, hogy hogy kéne továbbjutni, itt van tel ilyen üvegekkel, srácok, és oda rá kéne érkezni. És hát ez nem igazán megy, szerintem úgy gondolt a srác, hogy hát úgy menne, hogy egész végig rajtam lenne a speed, amikor zuhanok. De így, hogy kicsit elkezdek zuhanni, és akkor utána meg már elveszítem, akkor úgy már nem jó, látjátok most, és akkor elveszítem a... Oké. Mégis csak sikerült. Jó, most lecseszem... Srácok, tudod mennyi ideig próbálkoztam? Srácok, most, hogy elkezdtem beszélni, végre sikerült erre... Elcseszem azt a könnyű ugrás, srácok. Ezt nem hiszem el. Ilyen nem történik meg. Na jó. Hát akkor... Tovább folytatom, akkor mehet tovább a... Timelapse, remélem, hogy most már több sikerre járok. Na, srácok! Hú, már 40 percet tolom ezt a pályát, és hát azt gondoltam, hogy akkor ez a rész ennyi lett volna mára. És, ja, hát most elnézést amúgy, hogy ezt a részt, hát ezt, ja, hogy spawnpointtal csináltam, úgy értem, hogy nem az arra, nem a Diablo-kra bolsz vissza, hanem csináltam a spawnpointot, de hát az a rész ez tényleg eléggé nehéz volt, és azért azt gondoltam, hogy akkor azt úgy kell, de azért srácok, azért figyelj, ezt azért még megpróbálom kivinni. Nézzük, hogy hogy alakul, srácok, és akkor... Ja, hogyha tetszett ez a videó, akkor addig nyomjatok egy like-ot, amíg itt ugrálgatok. Hát ez nem sikerült, de azért még egyszer megpróbálom, mert hát miért ne? Szóval, ja. És iratkozzatok fel, mert annak nagyon örülnék, ha feliratkozom. Jó, irányből. Ha feliratkoztok, akkor jobb lesz az életetek. Figyeljétek meg, nyomjátok meg, és akkor... Nézé. Tapasztaljátok meg, csak egy 3 napig így hagyjátok feliratkozni, azt nézzétek meg, hogy jobb lesz az életetek, vagy nem. Ja, ne, jó van, na. Úgy csak viccelek, de egy próbát megérna. Nem áh! Nem tudok ott átugrani a 4-es ugrásnál. Viszont amúgy most már be akartam fejezni a videót, de most valahogy most már kedvem támad kivinni ezt a pályát. És akkor ki is viszem, és srácok, hogyha valamelyik barátotokat ismertek, amelyik szeret ilyen Minecraft videókat nézni, vagy ilyesmi, akkor azoknak is szóljatok, hogy, ja, hogy nyugodtan feliratkozhatnak, mert hát hadd nőjünk, srácok. Hadd legyünk egyre többen mi a saláták, srácok. És hogyha lassan elérjük a 100-at, srácok, mert ma lassan 100-an leszünk, el tudjátok ezt inni. Lassan megleszünk a 100-on, mi kell az a 12 feliratkozó, srácok, azért. Az ez elég durva, srácok, hogy azért 2,5 hónap alatt azért milyen gyorsan megnőttünk. De hát, ja.
kíváncsi vagyok, srácok, hogy akkor most júj. Hogy akkor mikor is lesz meg a 100 feliratkozó, meg lesz egyáltalán, és arra vagyok legjobban kíváncsi, hogy egyáltalán ez be a videóba még sikerülni fog-e ez a pálya. Pff, hát srácok, ezt nem hiszem el. Na jó, remélem, hogy tetszik ez a videó. Ha igen, akkor azt jelezd egy like-kal, illetve egy feliratkozással. És nyomjátok meg a csengőt, ha még nem tettétek volna. Így, hogyha feliratkozol, akkor ott megjelenik egy csengő, és azt állítsátok be, hogy mindig kapjatok értesítést, és akkor nem maradtok le egyetlen új videóról se, és srácok, minden nap jön új videó. Hát, hogy hánykor, az sajnos az nem biztos, olyan 13 és 18 óra között szoktak jönni a videóim, de hát... hát megpróbáltam egyszer 13-kor felrakni, de az valahogy nem annyira jött össze. Hát jó. Ez van. Akkor ide átugrok. Ide, és most megint itt vagyunk ennél a nehéz ugrásnál. Ez nem lehet ott egy barrier. Szóval akkor mindig azt mondom, hogy valami nem sikerül, akkor ott egy barrier. De hát, jó. Hát, na, sikerüljön jön már. Pedig én nyomtam az ugrást. De tényleg. Nem hiszed el? Csak lehet túl későn. Na. Hát ez már eléggé egy hosszú autóról lesz, de hát mindenképpen ki akartam minni egy pályát úgyis, hogy kommentelem, de nem lehet! Az mi az 5 blokk, vagy mi? Hogy kéne azt megugrani, mert vagy leesek, vagy túl hamar ugrok, nem tudom, hogy kéne. Haj. Most meg ez se sikerül, értitek? Na jó, így ide. Srácok, amúgy tudjátok, miért éri meg annyira feliratkozni, srácok? Ha? Nem tudjátok? Akkor elmondom, srácok. Azért, mert hogyha feliratkoztok, és meg lesz a 100 feliratkozó, akkor lesz egy kérdez-felelek, srácok. Egy kérdez-felelek, hogy tényleg bármit kérdezhettek, srácok, mindent meg fog válaszolni. És az ibetű most megjelent egy videó, hogyha az alá írtok valamit, akkor... ja, ugye komment szekcióba, a kommentbe ugye ott írtok valamit, az a videó alá, akkor azt meg fogom válaszolni. És hát csak kérdés, egy válasz, hogy válaszoljak meg, értitek. Ja. Szóval csak amit kérdőjelre írtok, vagy hát nem muszáj kérdőjelre a végén, mert hát azért felismerem, hogyha kérdés lenne, csak elfelejtettétek a kérdőjel. De ja, szóval hogyha van valami kérdés, amit meg akartál volna mindig is tudni rólam, vagy akármi, nem tudom, akkor ja, azt írd az a videó alá, szívesen várok bármilyen kérdés, bármilyen ciki lehet, vagy bármilyen égő, vagy bármilyen kérdés lehet az, én meg fogom válaszolni. Szóval, ja. Szóval gyorsan írd le, és ez nem megy az ugrás, srácok, nagyon még egyszer megpróbálom, egyetlen egyszer. És akkor utána, ja. Hát úgy értem, hogy az ugrás, próbálom meg még egyszer, hogyha nem hiszek el az ugrásigat, akkor... egyáltalán hogy tudom ott leesni, az egy blokk, na mi... srácok, hát ez nem hiszem el! Úgy ezt ki lehet egy húzomba vinni? Nem, mert beverem itt a fejemben, nem. Na. Oké, sikerült ez az ugrás. Ide rakok egy spawn pointot, ami nem ér semmit, mert úgyis a diablokra dob, csak úgy, hogy... Oké, sikerült, srácok, akkor ide nyomok egy spawn pointot, és hát akkor remélem, hogy tetszett ez a videó, mert ez ennyi lett volna mára. Ja, ha ez tényleg tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni, meg megnyomni a csengőt, meg megosztani, meg akármit csinálhattok igazából. De, ja, legjobban a feliratkozásnak örülök. Szóval, ha még nem tettétek volna meg, hogyha itt a videó alatt láttok egy piros gombot, hogyha az látok még piros, akkor azt csináljátok szürkére, srácok, mindenképpen, mert hogyha az látok szürke, akkor nagyon jó emberek lesztek, srácok. Nem, hát az egyszerűen jó, annak örülök, annak boldogát teszel, annak, az nekem nagyon segítesz, és az
ingyen van, srácok, szóval azt mindenképp nyomjátok meg, mert én azt nagyon-nagyon-nagyon örülnék, hogyha azt megnyomnátok. És hát nektek csak egy gomnyomás, értitek, szóval remélem tetszett akkor ez a videó, ha ez így van, azt jelezzétek egy like-kal, és hát akkor ez már nem tudom, hányszor mondtam előbb a videóba, akkor találkozunk legközelebb, most már tényleg vége van ennek a videónak. Viszlát és hello!